A nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium kívülről úgy néz ki, mint bármely más tanítási napon. A biciklitárolók tele vannak kerékpárokkal, az udvaron pedig éppen tornaórát tartanak. Az iskolán belül azonban már jól látszik, hogy nincs rendes tanítási nap. Diákok lézengenek a folyosókon, táskák hevernek a földön, némely tanterem pedig teljesen üresen áll. A gimnáziumban a tanárok fele sztrájkol, így a gyerekek a nap egy részét lyukas órával töltik. Körülbelül a fele a tantestületnek csatlakozott a sztrájkhoz. Mi azért tartjuk nagyon fontosnak, mert amit megfogalmazott jó pár hónappal ezelőtt a Tanítanék mozgalom, és amihez utána csatlakoztak a szakszervezetek, ezekkel a pontokkal maximálisan egyet tudunk érteni. Legalábbis azok a kollégák, akik csatlakoztak a sztrájkhoz. A nyíregyházi gimnáziumban sztrájkoló pedagógusok a legfontosabb célok között a tanárok és a diákok terheinek csökkentését emelték ki, de a pedagógusok sztrájkbizottsága által megfogalmazott 25 követelésből más pontokkal is egyetértenek. Ezek közül azt emelném ki, hogy az iskolai önállóság megteremtése, visszaállítása egy nagyon fontos dolog, mert az iskola egy egység, egy működő egység, amely úgy sikeres, hogy az iskolák rivalizálnak egymással, nem pedig úgy, hogy valami központi helyről homályos, felelősség nélküli szempontok szerint elosztják a feladatokat, vagy például a tanári munkaerőket. Ennek a központi elosztásnak már érezzük hátrányát, nem csak a pénzek visszafogásában, hanem a személyi gazdálkodásban is. Nem sokan csatlakoztak a pedagógusok demokratikus szakszervezetének sztrájkjához Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében. Vásárosnoményben az Eötvös József általános iskolát kérdeztük meg, de ott nem volt munkabeszüntetés. Ugyanúgy dolgoztak a Mátészalkai Esze Tamás gimnáziumban, de volt munka a Kisvárdai Somogyi Rezső általános iskolában és a Nyírbátori Bethlen Gábor középiskolában is. Sipas Imre helyettes államtitkár hétfőn bejelentette, hogy nő a bérük az iskolában dolgozó nem pedagógusoknak. Egy 235 000 forint nettó béren kívüli juttatást szeretnénk biztosítani, és nyilván azt kérjük a más intézmény fenntartóktól is, hogy ugyanezt tegyék meg, és 2017. január 1-től fenntartótól függetlenül szeretnénk, ha minden pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező neveloktató munkát segítő 10%-os béremelésben részesülne. Erre vonatkozóan az volt a szakszervezetünk felé a javaslatunk, hogy 7%-os béremelésben generálisan minden érintett részesülne, tehát minden neveloktató munkát közvetlenül segítő, és a fennmaradó 3%-os keretről pedig az intézményvezetők javaslatára a munkáltatók döntenének ennek a szétosztásáról. Tehát mind 2016-ra, mind 2017-re a neveloktató munkát közvetlenül segítők bérezésére hangzott el javaslat. A szakszervezet nem fogadja el ezt az ajánlatot, ők 250 000 forintot javasolnak, és ragaszkodnak ahhoz, hogy az óvodai dajkák is megkapják ezt az emelést.